A szeszélyes időjárás ugyan egy kicsit átírta a felsőnyeki falunap forgatókönyvét, de a szervezők mindenre felkészülve állították össze a nap programjait, melyre már nagy igény mutatkozott a településen, tudtuk meg a polgármestertől. Két év kimaradt, ugye a Covid miatt, de hát is spóroltunk is, és akkor most bevetettük magunkat újra a mélyvízbe, kicsit több pénzzel, és azért azt láttuk, hogy megszólítgattak bennünket emberek az elmúlt két évben, hogy hát lesz a falunap, mert nem csak a szorgos munkának kell folyni, hanem azért a szórakozásnak és a bulizásra is várnak az emberek. Hát most itt volt a lehetőség, ezért már jó két hónapja nekiálltunk ennek a szervezésének, mert hát az utolsó pillanatban már nem lesz tárvendéget találni, és hát annélkül már egy tapottat se, de ugye mi azért arra törekedtünk, hogy a legelső körben is a helyi tehetségeket, sőt nem csak a tehetségeket, hanem a még nagyobb tehetségeket, az óvodásokat, az iskolásokat is mindenféleképp bemutassuk. A rendezvények alkalmával igyekeznek minden évben sztárvendég fellépésével meglepni a falunap résztvevőit. A fő szempont az volt, hogy a pénztárcánk, ugye a büdzsé mit enged meg, azért ez, mint tudjuk, az önkormányzatoknál a mai világban nem igazán bőséges, tehát nem úgy van, hogy tejbe vajba fürdünk, de az önkormányzatnak, mivel hogy vannak saját bevételei, erre törekedtünk az elmúlt években, és ezért tudtunk teremteni egy alapot. Ezen kívül ugye volt egy pályázat is, egy 1 milliós pályázat, amit szintén sikerült megnyerni a művelődési intézeten keresztül, amiből vettünk egy több mint 600.000 forintos nagy sátrat, egy rendezvénysátrat, és hát a többit pedig erre használjuk. Erre költjük, hogy így mondjam, hogy sztárvendég is legyen azért. Bál is legyen a végén, mert ez megint nagyon fontos. És hát most itt összefogtunk azért a faluban, mert a nemzetiségi önkormányzat, aztán a polgárőrség, és hát az önkormányzat, mi azért hároman csináljuk most ezt a rendezvényt. És hát nagyon szeretném megköszönni a rendezőknek, hogy amit majd most látni fogunk, azért ők már mennyit dolgoztak. Hát a helyi vadásztársaság segített nekünk, felajánlott két vadcocát, amit most itt a helyben meg fognak főzni, és ugye talán azt nem is említettem, hogy mindent kifizettünk előre, tehát itt a fiatalságnak, a gyerekeknek nem kell zsebben nyúlni a szülőknek, hanem minden ingyenes. Tehát az ugráló várazástól kezdve mindent ingyen vehetnek, bár akárhányszor igénybe. Egy több évvel ezelőtt zajló esemény hozta úgy, hogy a falunap május végén kerül megrendezésre, ami nem jelenti azt, hogy a gyereknapot is ekkor tartanák meg Felsőnyéken. Előtte nem igazán volt falunap, és valamikor avattunk szintén helyi adakozásból egy Orbán szobrot. És ugye az Orbán nap, az Orbán szobornak az avatása, az ugye ebben az időben került megrendezésre akkor, és utána már maradtunk ennél a május utolsó hétvégénél. Az üstben már rottyogott az ingyenes vacsora alapja, a hagyma. Az előkészületi munkálatok közben kaptuk mikrofon végre a szakácsot, aki épp a vaddisznó pörköltet készítette elő. Már több egyére főztek együtt lányával, ilyen nagy rendezvényen. Az ízletes pörkölt titka pedig... Jó hús kell bele. Jó hús kell bele, sok hagyma kell a pörkölthöz. Általában úgy lenne jó, hogyha mindig régi hagyma lenne, új hagymából nem lehet olyan szép szaftot csinálni. Fűszerek. A hagyományos fűszereink só, bors, paprika, a vadba kakukkfű, borókabogyó, meg egy jó kis felsőnyéki vörösbor. El szokott fogyni, az már nagyon jó visszajelzés. A legtöbb talán, amit főztünk, az 2018-ban volt a megyei polgárőrnap Magyar Keszin volt, és ott 1000 főre babgulyást. Az is elfogyott. Amíg kint készült a rendezvény résztvevői számára az étel, addig a művelődési ház színpadát birtokba vették a helyi és környékbeli fellépők. A Szilágyi testvérek egy zenei egyveleggel, Rákóczi Szilvi pedig ismert dalokkal érkezett a közönséghez. A felsőnyéki rózsaszálak és zsiványok táncos bemutatója a hagyományápolás jegyében elevenítette meg a romatánc lépéseket. A település legkisebbjeinek előadása után érdeklődők megtöltötték a teret. A kis óvodások nagy mosollyal léptek a színpadra, hogy egy kis szeletét megmutassák annak, amit a hétköznapjaik folyamán megtanultak az óvodában. A zenés-táncos produkciók pedig mindenkit levettek a lábukról. A felsőnyéki falunapot a sztár fellépők sora zárta, akikre viszont a legbüszkébb a település, ők a felnövekvő generáció, akiknek idén is volt lehetősége megmutatni magukat. Az előadásukat honorálva pedig számos szórakozási lehetőséget biztosított számukra az önkormányzat.